Ismernek és tisztelnek a tengeren túlon, nem csak mint a fegyveres erők főparancsnokát, hanem mint az Európai Szövetség. Thriller. Az ördög szolgája. Kicsit elhanyagolt, elismerem. De 2 éve nem lakik itt senki. Egyébként a tulajdonos hibája, aki külföldön él, és nem foglalkozott vele. Illetve csak annyira, hogy szerette volna, ha kiadjuk. Ám én elmagyaráztam neki, hogy egy ilyen házat nem kiadni kell, hanem eladni. És így sikerült nagy nehezen meggyőznöm őt. És milyen jól tette. Tetszik a ház, uram? Nagyon is. De azért vételről még ne beszéljünk, ugye? Már csak egy utolsó áldás kell. Penny! Penny! Hogy tetszik? Te akartad, nem igaz? Igen, mindig is szerettem ezt a környéket. Jaj, drágám! Egy tökéletes nászú, tökéletes végállomása. Én pedig alkalmazkodom. Akkor nyílbe üssem a dolgot? Mennyei lesz. Tágas. Itt-ott azért persze fel kell újítani, de a fekvése és az elosztása önmagáért beszél. Elképesztő hangulata van a helynek, ismerd el? Igen. Azt kell, hogy mondjam, ön csodát tett ennyi idő alatt, Mrs. Burns. Oh. Csodát. Úgy döntöttünk, a festés megmarad olyannak, amilyen. Szerintünk illik a ház karakteréhez. Hihetetlen, hogy ezek a téglafalak mennyire időtállóak. A ház újra a régi lett. De említett valami problémát. Igen, a központi fűtés. Nem éppen tökéletes, azt hiszem, a csövekkel lehetnek gondok. Mr. Filson? Feljönne egy percre, kérem. Mr. Filson, az úrét... Hello, Mr. Filson. Ó, már ismerik egymást. Filsont mindenki ismeri errefelé. Tehát mi a baj? A csövek. Mi van velük? Nem találom őket. Miért? Mert valaki bebetonozta a falba, ezért.
A boilerből futó csöveket eltüntették. És ki kell találnom, hogy hova. Maga építette a rendszert, nem? Igen, csak annak már mennyi is. Több mint 20 éve tán. Még Miss Mellington idején. Szegény jó asszony. Fel kell bontanom az egész pincét. Felbontani? Nem drasztikus egy kicsit? Nem kellene Nézze. Inkább? Én megbízom az ön szakértelmében, Mr. Kellett. Bízzon ön is az enyémben. Ahogy hallom, nem éppen baráti a viszonyuk. Na ez egy bajkeverő, egy plegykafészek. Most mennem kell. Még egyszer gratulálok. Nagyon szép lett a ház. Mr. Filson? Hmm? Ki az a Miss Mellington? Egy hölgy, aki itt lakott. Azt mondta rá, hogy szegény jó asszony. Miért? Mert eltűnt annak idején. Egyik nap itt volt, a másikon nem. Kellett szerint egy férfival szökött el, de én azt mondom, eltüntették. De hogy hova? Azt kitalálni sem lehet. Ray! Itt vagy, drágám? Hogy vagy egyetlenem? Nem tudtam, hogy itthon vagy. Mert hátul jöttem be. Vettem egy új fűnyírót, és bevittem a fészerbe. Akkor te voltál, ugye? Mi? Aki fütyült. Hallottam, hogy fütyülsz. Én biztosan nem. Csak te lehettél. Vald be. De mondom, hogy nem fütyültem. Mellesleg nem is szokásom. Pedig én hallottam, hogy valaki fütyül. Itt bent. Lehet, de én nem. Még a dallamra is emlékszem. Az a Greensleeves. Nyilván képzelődtél, vagy a szelet hallottad annak. Együnk inkább. Ray! Sikítottak. Mi? Hallottam, hogy valaki sikít. Szörnyű volt. Sikítottak? Igen. Ki és hol? Odalent. Vagy a ház előtt, és egy nő lehetett.
Jaj, Ray, valami baj történt. Sikított. Igen. Jó. Akkor körülnézek. Akár a rémfilmekben. Tényleg hallhattál sikajt? Egy bagolytól félt. Éppen vacsorázni készült. A falakás előtt találtam szegényt. Nincs baja. Csak megijedt egy picit. Hey. Kétfélős nyuszi. Pontosan azonosítani nem tudtuk az áldozatot egyelőre, de félek, hogy ő az. Elizabeth Mannington 1947-től 1953-ig lakott a házban. Aztán nyoma veszett. Eljárás is indult. Az nem jutott eszükbe, hogy ássanak? Nem szoktuk minden eltűnésnél felásni az emberek házait, ha nincs alapos okunk rá. Vagyis a gyilkosság fel sem merült? Nem, és bár nem ismertem a hölgyet, azt hallottam, egy igen különc természet volt. Sokszor csak gondolt egyet, és neki indult a világnak. Persze ehhez nyilván megfelelő anyagi háttér is kellett. Talán emiatt is ölték meg. Egyedül élt, és akkor hírek szerint a pénzét is otthon tartotta. Szóval ilyen esetben sajnos nem tehetünk egyebet, mint felszedjük az alapot. Mi is erre készültünk, úgyhogy ez nem zavar. Igen, szerencsére. Vagyis egy kis jó a rosszban.
Máskülönben talán sohasem kerül elő a hölgy. De előkerült volna. Ezért kiabált nekünk. Hogy? A nejemnek élénk a fantáziája, és ez az ügy nem tesz jót neki. Nos, mi végezzük a dolgunkat, ahogy kell. És köszönjük a bejelentést. Bár félek, sok eredményünk nem lesz. Hiszen talán már a gyilkos sem él. Ennyi év után. De igen, él. Ezt meg hogy érti, Mrs. Burns? Nem tudom. Ray! Ray! Ja, Istenem! Na, mi az? Mi történt? Penny, ugye most nem sikított senki? Itt van. Visszajött. Mi a csodáról beszélsz? A gyilkos! Itt van a házunkban, érzem. Jaj, kérlek ne, szívem. Én imádlak téged, de azért ezt ne csináld, jó? Oda lent van. A pincében. Na jó. Egyszer s mindenkorra véget vetek ennek. Gyere! Nem! Penny! Szépen lemegyünk a pincébe, és benézünk az összes zugba, amíg rá nem jössz arra, hogy egy lélek sincs itt. Aztán pedig alszunk reggelig. Na, gyere! 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 Na, tessék, látod? Semmi. Gyere. Itt van gyilkos, uram? Nincs. Ja. Na. Nyoma sincs. Most pedig a rettegett étkező. Na gyere, gyere csak bátran, és nézd meg, hogy... Mondom, hogy itt volt. Visszajött. Ezt nem értem. És azért jött, mert a pénzt keresi, amit sosem talált meg. Én azt nem értem, hogy miért most. A házat hosszú évekig nem lakta senki, néhány bérlőt leszámítva, gyakorlatilag csak Miss Mellington élt itt. És hát soha senki nem panaszkodott szellemjárásról, vagy hasonló furcsa történésekről. Úgy mondja, mintha hinne az ilyesmiben. Nem hiszek. Illetve részben. Egy olyan környéken, ahol régi házakban idős emberek élnek, előfordulhat, hogy megmagyarázhatatlan, furcsa dolgokat látunk, vagy tapasztalunk. De itt nem, ez nem az a hely. Ezt mondja a feleségemnek. Szóval fogékony az ilyesmikre? Csak élénk a fantáziája, semmi egyéb. Ha viszont ön nem hisz ebben, akkor mi történt? Majd kitalálom. Lesz rá olyan magyarázat, ami meggyőzi. Én imádom ezt a házat, Kellyt. Mindig ilyet akartam. Vagy ilyesfélét. Emlékszem, mikor még ügynök voltam, gyakran megálltam ezen a környéken, és... néztem a hatalmas, tágas palotákat. Már akkor megfogadtam, hogy egy nap én is ilyenben fogok lakni. Most ez valóra vált. És nincs az a szellem vagy kísértet, ami elűzne innen. Elfogadom, ha Penny ilyesmiket gondol, de hogy higgyek is neki. Ray! Ő itt, Mrs. Rafting. Bemutatom a férjemet. És Mr. Kellyt. Örvendek. Mrs. Rafting?
Szólítsanak Cecilynek. Egyszerűbb. Nos tehát. Jó, itt megfelel. Kérem, foglaljanak helyet. Így rögtön a közepébe? Nem kellene előbb beszélni róla? A beszéd nem oldja fel az ön hitetlenségét, Mr. Burns. Érzem. A maga ösztönei viszont helyesek. Valóban vannak itt jelenségek. Akkor esetleg egy italt? Nem, köszönöm. És ha én iszom, az nem probléma? Itt nincsenek szabályok, Mr. Burns, legfeljebb egy. Ne zavarjanak, miután transzba estem, mert az igen veszélyes és fájdalmas lehet. Mr. Kellyt úgy tudom, hogy régóta ismeri a házat. 25 éve biztosan. Üljön a balomra, ott segíthet. Mrs. Burns, a szkeptikus mindig szemben ül velem, hogy lásson, nem szemfényvesztés. Csak a villanyt kapcsolja le, kérem. Ez maradhat. Érintsük egymáshoz a kezeinket. Most pedig, amennyire csak tudnak, kérem, gondoljanak a házra. A ház. A ház. Van közöttünk még valaki? A házban? Van itt valaki? Jöjjön elénk! Jöjjön elénk! Jöjjön elénk! Jöjjön elénk! Vége az első résznek. Második rész. Kérem. Kérem. Ne! Ki maga? Elizabeth. Elizabeth Mellington? Ön lenne az? Mellington. Olyan hideg van. Hideg van a pincében. Olyan hideg. Szól a rádió. Eisenhower tábornok. Éppen róla beszélnek. Megválasztották elnöknek. Az 1953-ban volt. Azt a napot éli újra. 1953-at írunk? Igen. Megkértem, hogy ne jöjjön ide többé. Tegnap nyomatékosan kértem, hogy ne zaklasson engem. Kérem, kérem, ne! Hagyja! Ez ő. Istenem, ez ő. Ki maga? Gazdag ember leszek. Végre megkaphatok mindent. Árulj el a nevét. Én ezt nem csinálom tovább. Ssst! A nevét? Azt elfelejtettem. A saját nevére csak emlékszik. Nem akarok emlékezni. Kirekeztem. Minden emlékemet kirekeztem, eltaszítom. Új életem van már. Új névvel, emlékek nélkül.
Mrs. Refting? Érzem a jelenléted. Itt vagy a szobában. De te nem tartozol ide ehhez a házhoz. Már nem tartozol ide. El akarlak vinni magammal, megértetted? Azt akarom, hogy gyere el innen. Megteszed? Eljössz hát velem, és békét hagysz az ittenieknek? Jöjj! Jól van? Nem sikerült. Dehogy nem. Zseniális előadás volt. Minden percét élveztem. Éreztem a jelenlétét. Itt volt a szobában. Olyan valóságos volt, mint ez az asztal. A lelke, az alter egója, nevezzük akárhogy, megjelent. Egy darabig irányítottam is. El akartam magammal vinni, de... Elszaladt, mint egy gyáva nyúl, ugye? Nem szaladt sehová, Mr. Burns, még itt van. A szelleme itt van. Már nincs kapcsolatban velem, de itt van. A kérdés az, hogy hol? Na jó, ránk fér egy ital. Szép kis este volt. Ez a Cecily Refting tényleg érti a dolgát. Akkor már te is hiszel benne? A szellemjárásban? Egy nagy humbug, de legalább meggyőző humbug. Le a kalappal előtte. Meg. Csak olyan fülbe mászó dallam. Fütyül, te is jó móka lesz. Nincs kedvem viccelődni. Ray, arra gondoltam, holnap esetleg... Mit csinálsz odalent? Nem tudom.
Ki mivel te ezt? Tudod. Nagyon is jól tudod. Ez nevetséges. Igazán? Te magad nézted meg az ajtókat és az ablakokat, és azt mondtad, mindegyik zárva van. Ő tette rá. Csak is ő lehetett. Én ezt nem veszem be. Akkor magyarázd meg máshogy. Kulccsal is bejöhettek. Wilsonnak van például. Már visszaadta. De előtte lemásoltathatta, nem? Tessék a magyarázat, kulcsot másoltatott, és szépen betört. Hogy aztán ne vigyel el semmit? Jól van, hát lehet, hogy csak ki akart szúrni velünk. Vandálkodott. Ennek semmi értelme. Egyszerűen nincs értelme. Hagyjuk itt ezt a házat. Add el! Menjünk el, mielőtt nagyobb baj történik. Nem megyünk innen sehova. Akkor te maradj, de én megyek. Nem fogom itt tönkretenni magam. Penny! Ebben a házban nem csak falak és téglák vannak, hanem szellemek járnak és lélegeznek. Lehet, hogy tévedek, de az a jobbik eset. Addig is hívom Kellyt. Jöjjön ide, ahogy csak tud. És keressen a környéken egy másik házat, olyat, ahol tényleg nyugtunk van. Még szerencse, hogy nem költöttünk sokat a felújításra. Istenem! Egy percig meg akartalak ölni. Penny? Szívem! Nem is értem, ez nem én voltam. Ilyen a ház. Hidd el nekem, hogy van itt valami. Ezért kell eladni és elmenni innen, nem, amit csak... Nem, várj! Elismerem, hogy valami nem stimmel a helyjel, de... az ég szerelmére, hisz értelmes, felnőtt emberek vagyunk. Akármi is ez, én állok elébe és kiúszom innen. Penny, figyelj ide! Ne adjuk fel. Mi nem vagyunk olyanok. Bármi is ez. Kettőnknél nem lehet erősebb. Mert mi egymásért élünk. Szóval úgy döntöttünk, hogy maradunk, és a végére járunk. Rének teljesen igaza van. Túlságosan is felfújtam ezt az egészet. Csak az kellett, hogy tisztán és logikusan lássam át a dolgot. Már csak egy valamiről kell megbizonyosodnom. Hogy a gyilkos teste nem a házban van, ezt így meg tudja mondani? Nem igazán értem a gyilkos. A férfi, aki megölte Miss Mellingtont. Ha itt van, ő is eltemetve... De ki mondta, hogy ő is meghalt? Hiszen beszélt a szellemével. A szellem nem csak a holtakban, az élőkben is megvan. Igen, tény, hogy beszéltünk, de hogy mivel, azt nem tudom. Vele, a lelkével, a szellemével, nagy Isten a rossz lelkiismeretével. De az sem kizárt, hogy a gonosz emlékképek voltak, amelyek ezt a házat átölelik. Nyilván önnek is volt kedvenc búvóhelye gyerekkorában, egy sarok, egy kredenc, valami hasonló. Ha visszamegy oda, a múltban élő képek előtörnek. És olyan életszerűen, hogy szinte önmagát is látja. Mint a festő, aki megfest egy tájat vagy helyzetet, majd odébb áll. Elég a képet utána kirakni, aki látja, ott érzi magát azon a helyen, abban a helyzetben. A különbség az, hogy egy festményt el lehet tüntetni. Egy emléképhez viszont nem elég a hígító. De mit rémizgetem itt feleslegesen? Feleslegesen? Úgy elerett a nyelvem, hogy elfelejtettem szólni, ma úgy léptem idebe, hogy ő nem volt itt. Tessék! Jól hallotta, kedvesem, már nincs itt ebben a házban. Üdvözlöm, Mrs. Refting. Szia, drágám. De elsápadt. Csak nem szellemeket látott. Elnézést, rossz vicc volt. Nem akartam megbántani. Remélem, ezúttal megnyugtató dolgokat mondott. Nagyon is. Szabadok vagyunk. Eddig nem voltunk? Nem úgy. A szellem eltűnt. Jól mondom? Igen. Igen, de nekem most mennem kell. Mr. Burns? Mrs. Refting? Viszlát! Minden jót! Te meg bevásárló körúton jártál? Igen.
A háztartási boltban kiárusítás volt, próbál csak fel. Így. Te galád, konyhai rabszolgátnak akarsz. Köszönöm. Úgy szeretlek. Hát ez meg mi? Ja, ez? Az eladó kislány azt mondta, hogy egy valamire való konyhából nem hiányozhat. Jó napot! Parancsol egy kávét? Nem, köszönöm. Magán vagy munkaügyben? Még nem tudom. Megengedi, hogy lemenjek a pincébe? Csak tessék. Egyre jobban vagyok. Két napja az ajtót sem mertem kinyitni. Ma reggel pedig szemrebben és nélkül körbejártam idelent. Lehet, hogy már csak megszokásból képzelődtem. Félek, nem így van. De most nincs itt, ugye? Nincs. Most éppen nincs itt. Születésnapja lesz. Ezt már nevezem. Így van, egész pontosan holnap, de... De honnan tudja? Megéreztem. Vagy ahogy a tudós ember mondaná, érzékeltem az izgatottságát. Hát jó. És mit kapok Raytől? Nem tudom. Akkor megmondom én. Egy gyűrűt. Egy nagy, antik gyűrűt. Nem, nem. Azt nem hinném. Pedig biztos. És mégis miből gondolja ezt? Nem gondolom, tudom. Érzem. Egy nagy antik gyűrű. Olvasta az újságot? Igen, belelapoztam. De nem érdekel sem a közelgő harmadik világháború, sem az újabb kormányválság. Így elég hamar félre raktam. Akkor ezt sem olvasta? Gyilkosság történt innen alig pár mérföldre. Jaj, de szörnyű. Szegény asszony. Gondolom, maga már aludt. Tessék? Az eset éjfél után történt.
Nyilván aludt már, igaz? Igen. És a férje? Ő is aludt? Persze, olyan sokáig azért nem dolgozik. Miféle kérdés ez? Nem is tudom. De én mindig megérzések alapján értékelek. És amikor ma felkeltem, az újságot ennél a cikknél nyitottam ki. A nőt leszúrták. És ékszerek is eltűntek, ezüstök, karkötők. Gyűrűk. Biztos nem inna egy jó kávét? Magam sem értem, mi aggaszt ennyire. Tán a bűntudat. Mitől lenne bűntudata? Attól, hogy visszahoztam valamit. Vagy új erőket hívtam elő. Ez a gyilkosság sokban hasonlít a másikra. Ugyan. A minap még maga nyugtatott meg engem. Nincs semmiféle összefüggés közöttük. Igen. Persze, hogy nincs. Nem kellene az aggájaimmal traktálnom magát, ez nem szép. Semmi baj, csak nem értem, mire akar célozni ezzel. Hát leginkább semmire. Ne haragudjon. Nem gyűrűt valami éleset, hegyeset kap. És sebet okoz. Vért. Viszlát, Mrs. Burns. Isten éltessen, drágám! Boldog születésnapot! Biztosan nem akartál egy kis bulit? Szívesebben vagyok veled. Meghittebb és jobb kettesben. Istenem! Már a doboza is! Ah, ez csodaszép! Nem tetszik? Kicserélik, ha akarod. Nem, ez gyönyörű! Nem... Már is feltűzöm. Au! Várj, hogy segítsek. Nagyon hegyes. Én is kapok? Teljes kávét akarsz készíteni, vagy nem? Nem? Ray! Hová lett ez a kés?
Mi van? Az új készletből egy hiányzik. Igen. Máshová raktad el? Biztos valamelyik fiókban lesz. Tetszik a bros. Akkor jó. De mondom, ha mégis más szeretnél, nyugodtan ki lehet cserélni. Nem, ez jó. Ja. Csak fura, valamiért úgy éreztem, egy gyűrűvel lepsz meg. Igen, azt szerettél volna inkább. Akkor meg pláne, cseréljük ki. Nem szeretnék semmit. Csak valahogy azt hittem, gyűrűt kapok. Egy nagy antik gyűrűt. Nagy vörös kővel. Jövőre akkor azt kapsz, rendben. Vajon hová tűnhetett az a kés? Hát egy biztos szívem. Nem a házi szellemünk vitt el, mert ő már nincs. Vége a második résznek. Harmadik rész. Ó, jó napot! Én egy bizonyos Cecily Reftinget keresek. A száma azt... Nem, mégsem, elnézést. Köszönöm. Megijesztettem, ugye? Gondoltam, ideje végre betemetni ezt a lyukat. Elvégre erre a munkára kértek fel valamikor. A rendőrség már úgy sem nyomoz. Akkor meg legyen rend, igaz? Igen, de szerencsére a munka nehezét elvégezték. És még csak fizetniük sem kellett ezért. Gondolom, ön is szeretné, ha betemetném, ugye? Igen. Úgy hallom, csörög a telefon. Halló? Mi történt? Oh, Mrs. Refting. Igen, mi a baj? Ezt most miért kérdi? Ideges. Hívni akart engem. Nem. Nem, bizonyára téved. Á, értem. Akkor nem is akarja, hogy oda menjek? Ó, bármikor szívesen látom. Mindatot. De ma este nem ér rá, ugye? Nem, mert a nővéremhez megyek a városba, esetleg... Holnap? Jó. Jó. A holnap megfelel, azt hiszem bármikor. Mrs. Burns, a férje ma este nem megy önnel, igaz? Nem. Gondoltam. Akkor viszlát holnap. Igen. Igen, viszlát. Köszönöm. Viszlát. A vacsora tálalva. Ha pedig szeretnéd megmelegíteni a desszertet, tedd be a sütőbe 15 percre, de ne tovább, csak 15 percre. Nehogy nekem felgyújtsd a házat. Jaj, biztos nem jössz inkább velem? Nem, jól megleszek itt.
ha csak egy vonat bele nem rohan a házba. Hát figyelj, érezd nagyon jól magad, puszilom Szelt, és mondd meg neki, hogy lassan ő is eljöhetne. Biztos nem lesz baj. Ah, remélem, mert ahogy te vezetsz. Még sosem aludtunk külön. Tudom, de inkább legyünk külön, mint hogy éjszaka autókáz. Holnap 10 körül itthon leszek. Jó. Parancsolj. Szia, édes. Jó estét. És vigyázz. Te is. Szia. Ilyen nincs. Pedig nagyon úgy néz ki, hogy van. És sajnos az én ostoba hibámból. Ezért is jöttem. Szeretném mielőbb korrigálni, amit elrontottam. De ez nem én vagyok. Nem, hát Mr. Burns gondolja inkább, hogy ő X, az ismeretlen. Önt félig megszállták, Mr. Burns. És ehhez aligha nem a hitetlensége vezett el. Már a középkorban ismerték a megszállottság fogalmát, akkor még a szó valódi értelmében. De aggodalomra semmi ok, Mr. Burns. Kétszer sosem követem el ugyanazt a hibát. Azt a hibát, ami ide lentről ered. Jöjjön! Fáradjon le, kérem! Ugye tudja, mire készülök most? Nem igazán. Pedig fontos, hogy megértse. Önben mások is lakoznak, Mr. Burns, akik irányítják. Ezt a terhet fogom levenni önről a magam vállára helyezni, és vele örökre elhagyni ezt a házat. Megértette? Igen. Érintsem meg. Itt vagy. Tudom, hogy itt vagy. Érezlek. Ki vagy te? Raymond Burns. Nem, te. Oda bent, a nevedet. Akaratom erősebb a tiednél. Halljam a nevedet. Nem emlékszem. Nem emlékszem. Miért nem hagyod el ezt a házat? Én elhagytam, de visszajöttem. Miért? Mert megidéztelek? Nem,
Nem. A pénz miatt. A pénz. A pénz, amit keresek és keresek, de sehol nem találok. Mert nincs is itt, úgyhogy felejtsd el és gyere velem. Gyere velem, gyere már, kérlek. Üres kézzel soha. Kell a pénz. Kell. Persze, máshonnan is megszerezhetem. Ott már nem hibáztam. Máshonnan? Újra gyilkoltál? Hol? Chelsea-ben, a King's Close-on. Egyedül élt abban a nagy házban. És dúsgazdag. Rengeteg pénze van, rengeteg. Azt kell megszereznem. Mr. Burns. Erős. Erősebb, mint azt gondoltam volna. Annyira valós a jelenléte. De megtudtam valamit, nem is akármit. Ráadásul könnyen utána járhatok. King's Close, Chelsea. Ezt én mondtam. Igen, közölte, hogy élt ott egy nő, akit... Akkor ostoba voltam. Nagyon. Kérem, ne! Ray! Szia, drágám! Szia! Hiányoztam. Minden percben. Hogy van szel? Ó, remekül. Új hódolója van. Azt mondja, ő az igazi. Jogász, és mellette nagyon szép fényképeket is készít. Majd mindent elmondasz részletesen, de most rohannom kell. Szia! Ja, jut eszembe. Ne menj le a pincébe. Miért? Unalmas óráimban kicsit hasznossá tettem magam. Szia! Ki az? Van itt valaki? King's Close, Chelsea.
ugye nem vagy beteg édesem? Nem. Furcsának tűnsz ma. Miért? Egy szót sem szólsz egész este. Biztos jól vagy? Igen. Na, aludj. Szép álmokat. Ray? Hmm? Ma is bementem a városba. Igen. A Chelsea negyedbe. Vettél valami szépet? Nem vásárolni voltam, hanem körülnézni. Ha már odáig elmentél, vettél volna valamit. Jó hét? Cecily Refting eltűnt. Állítólag egy napja nem látta senki. Szerintem meghalt. És itt van a pincében. Tudtad? Igen. Nem én voltam. Nem szabad ezt gondolnod. De igen. Nem! Nem én! Nem én voltam! Nem Raymond Burst, hanem... Ez a valami, ami megszállt! Kérlek, Penny, hidd el nekem! Ma Chelsea-ben jártam. Hogy? A King's Close környékén. Eddig nem is tudtam, hogy sokáig ott laktál, még mielőtt mi megismerkedtünk volna. 12 éve történt ott egy gyilkosság. Egy gazdag, magányos asszonyt szúrtak le. A tettes ékszereket és pénzt vitt el. Sok pénzt, Ray. 12 esztendeje. Akkoriban kezdtél feltörni, emlékszel? Onnantól sikerült saját vállalkozásba kezdened. Micsoda, miket beszélsz? Te ölted meg őt, Ray. Nem! Ez nem igaz. Te is jól tudod. Nem. Legfeljebb nem fogadod el, nem fér a fejedbe. Annyira fájdalmas rágondolni, hogy kivetted az emlékeidből, ahogy Elizabeth Mellingtont is. Nem szállt meg semmi. Az egyetlen gonosz ebben a házban te vagy. Érted, drágám? Mindent te csináltál. Figyelj rám, Ray. 20 évvel ezelőtt megölted Elizabeth Mellingtont. És valami a tudatalattidból, valami, amiről nincs is tudomásod, visszahozott ide, hogy megkeresd a pénzt, ami itt maradt. Nem most lett belőle gyilkos, hanem 20 éve. Szép, nekem nagyon tetszik. Te mit szólsz hozzá? Ha annyira tetszik, vegyük meg. De olyan kísérteties, nem? Jaj, csöppet sem.
Most már nem. Magyar hangok. Rosta Sándor, Dudás Eszter, Nárai Erika, Csuha Lajos, Várdai Zoltán, Kajtár Róbert. Magyar szöveg Kis Barnabás. Hangmérnök Hidvégi Csaba, vágó Mendre János, gyártásvezető Boskó Andrea, rendezőasszisztens Szász Andrea, szinkronrendező Ulman Gábor, producer Kovács Zsolt. A szinkront a Synchron Systems készítette.